A Bonyhádi BFC csapata már 2003 óta vesz részt szép sikerekkel a megmérettetéseken, többször hoztak haza ezüst, bronzérmet már a felnőtt bajnokságokról. De több játékos a válogatottságig is eljutott. Most pedig a Balatonlellei homokon sikerült bravúros játékkal megszerezni a győzelmet, ezzel bejutva a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A tornán 6 csapat vett részt, a 2-3-as csoportba osztották az együtteseket. Mi bekerültünk egy viszonylag nehéz csoportba, mert megkaptuk a magyar bajnokot és a román bajnokot a 3-asunkba, ebből kellett kivívnunk a továbbjutást. Szerencsére ez sikerült, és a fiatal csapatunk ez olyan lendületet kapott ettől, olyan magabiztossá vált, hogy onnantól kezdve már az elődöntőt is és a döntőt is mondanám, hogy magabiztosan hozta. De a döntőben még voltak fordulatok, egészen drámai küzdelmet láthattak a szurkolók az Újhartyán ellen, amit végül büntető párbaj döntött el. A középpályás kupa megnyerésével Magyarország legjobb csapataként bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe, amely itt a sportág jelezetesébe adódóan, mert a bajnokságok azok még sok helyen, akár szeptember végig is eltartanak. Ez a következő évben lesz, az idei sorozat az már lezajlott. A következő évi Bajnokok Ligája küzdelmeibe bekerültünk a csoportkörbe. Ennek a küzdelemnek a helyszíne várhatóan novemberben kerül kijelölésre. Itt Európa legjobb játékosaival mérhetik össze tudásukat, majd a völgységiek egy 10 napos versenysorozat keretein belül.